napja, de egy napon nem engedték őket a veszélyén eltemetni. Gyöngyösi papidát október 29-én, míg Polozsny Kálmánt október 31-én temették. És korábbi főjegyzésekből én úgy tudtam, és úgy is mondtam eddig évekig, hogy azt se engedték, hogy a kórháztól Szászkári utcán jöjjön végig a család a halottas menettel, de mint utólag megtudtam, Gyöngyösi papit a testvérétől ez csak a Polozsny Kálmánra vonatkozhat, mert Gyöngyösi papidát már korábban kiszállították ide, körülbelül ebben a helyen álló, ha még emlékeznek rá a kis épületbe, amit a ravatalózalnak neveztek, és teljesen titokban este hozták ki a koporsót lovaskocsival a temetés előtti napon. És hogyha erről a temetést megelőző napról egy néhány szót, ha mondaná az öccse, amit nekem is elmondott, azt megköszönnénk, mert igaz, hogy még csak 5 esztendős volt a József, de hát a családban gondolom, hogy azért jó néhányszor ezt a történetet megbeszéltük. Hát én még emlékszem is rá, mert bár elég legényben voltam, még 5 éves voltam, de emlékszem, este későn, elég későn volt már, igen, talán 10 óra, így nem tudom, de volt az 10 óra, és meg éjfél körül volt, amikor visszahozták a temető Csőszakú Sanyi bácsi, Könyves Sanyi bácsi kihozta a családhoz, hogy ürdessék meg, öltöztessék át, belőtték, kivéve az ördlóden kapát, nem volt rajta. Abban a ruhába tették bele a koporsóba, és úgy hozták, de este hozták már ki. Csak ő neki, tehát ő itt volt a temetőben még akkor, sírokat ápolt éppen, úgy tudta meg, hogy kihozták a vidát, és akkor ő, hát ő gondolt egy nagy merészet, és késő este hozta ki a családhoz titokba, hogy senki ne tudja. Még nekünk is be kellett szajkozni a szülőknek, hogy el ne áruljuk senkinek, mert még a rendőrség is megfúrnálja érte. Hát a családra való hát tisztelettel, meg hát az ismerettséggel így hoztak, hogy tegyék tisztába. És anyámnak volt egy harisnyát, ami rajta volt, meg a blúzzát, azt elvették, és anyámnak az volt az akarat, hogy ha ő meghal, akkor azt temessék el. Igen, ami rajta van. És azon hát látszottak a golyónyomok? Az egyértelműen a harisnyám, nem a harisnyám a drágom, egy ilyen hosszú helyen harisnyám volt rajta, meg egy fehér blúz volt rajta, és hát azon mind a kettőn látszottak, meg véres volt. Hát azért hoztak, hogy ne olyan véresen, mocskosan legyen eltemetve, hanem meghürdették egy nagy ateknőbe. Ha jól emlékszem, a kenyeret is olyan taknőbe dagasztották valamit.